Basztán? Gluténérzékeny vagyok. A Magyar Állami Operaház zenekara egy fergeteges hangulatú programon a Filharmónia ifjúsági koncertek keretein belül mélyítette az iskoláskorú gyerekek operákkal kapcsolatos ismereteit február 21-én. A rendezvénynek a Művelődési Központ Színház terme adott otthont. A rendezvény fényét tovább emelte Csúlya Imre színművész és Telekes Mátyás, akik narrátorként jelentek meg az előadáson. Tóth Sámuel karmestert a program előtt kérdeztük. Volt egy koncertünk már Miskolcon, gyerekeknek játszottunk ott is, remélhetőleg itt is. Minél többen lesznek, úgyhogy kíváncsian várjuk. Hogyan állították össze egyébként a darabokat? Mennyire fogékony a közönség? Mit tapasztalnak? Én azt gondolom, az ifjúság az egyik legnehezebb közönség, jól gondolom? Nehéz közönség, de szerintem nagyon jól lett összeállítva a műsor. Sok-sok érdekes láger áriák, duettek lesznek a mai napon, és ugye sokszor nem tudjuk, hogy egy reklám vagy valahol velünk szembe jön egy zenei részlet, vagy akár egy számítógépes játékon keresztül, és hogy ez egy opera részlet, például Wagner Valkürök lovaglása, vagy akár egy Giuseppe Pizzának, ott is a Verdi, Giuseppe Verdinekből egy operájából idéznek, vagy hát felnőtteknek mondok egy másikat, esetleg egy sörreklámot, ott is a Stella Artois például. Szóval nagyon sok helyről jönnek az információ, és az opera, és a komoly zene. Itt most egy kis ízelítőt adunk, hogy megszerkesztve a műsort, hogy milyen helyekről, meg hogy összekapcsolva egy picit a gyerekeknek, vagy a fiataloknak a képernyővel. Érdekes lehet szerintem mindenféleképpen számukra. Az előadásról essen szó. Ha jól látom, azért a narráció szintén fontos szerepet tölt be a zenén túl. Így van, Csúlya Imre művész úr és a kedves unokája, Matyi, ők a narrátorok, és nagyon érdekes, hogy ez össze van állítva, hogy a tudatlan papa szerepében van a művész úr, és akkor a Matyi mindig felvilágosítja a papát, hogy de hát ez papa, ez tudod, hogy úgy van, meg hát nem, ez is így van, hogy ez úgy van, tehát szóval nagyon érdekesen van ez is megszerkesztve, és nekem kifejezetten nagyon tetszik. A gyerek közönség, én azt gondolom valóban, elég őszinte, elég hangos közönség itt ott. Nehéz szakmailag, nehéz megszólítani, lekötni őket egy-egy ilyen zeneórán? Én nekem volt alkalmam korábban nagyon sok ilyen alkalmon részt venni, amikor 100 zongorával és énekesekkel sikerült ezt teljesítenünk, ott jártuk az országot, és ugyanúgy gyerekeknek játszottuk, ez is a Filharmónia Magyarország programon keretén belül valósult meg. És az az érzésem, hogy most, mivel egy teljes nagy zenekar itt van előttük, ezért valahogy leköti már őket, és sokkal kíváncsiskodva tekintenek, hogy mi fogja őket várni. Úgyhogy én szerintem eddig a tapasztalatom az, hogy sokkal jobban fogékonyak a zenekaros, meg a nagyobb horderejű programra, mint akár csak egy 100 zongorával. Ott az is érdekes, de szerintem itt sokkal jobban figyelnek, csendben vannak, és nem hallom, hogy hátulról esetleg kötné le őket. A programsorozatot hosszú évek óta Rozsné Fekete Csilla koordinálja és szervezi Hajdúböszörményben. Jó néhány éve van már Hajdúböszörményben is a Filharmónia ifjúsági koncertsorozat, és mindig a Művelődési Központ, illetve a Bocskai téri templom szokott otthont adni ennek a rendezvénynek. A vidéken élő ifjúságot is megajándékozzuk ezzel a magas kultúrával, és hát nem egyszerű a dolgunk, de a helyi iskolák vezetői, illetve az énektanárok és osztályfőnökök, ha támogatóak, akkor össze tud gyűlni akár egy teltháznyi ifjúság is ezen a
van. A mai napon is éppen ennek lehetünk tanúi. Mit tapasztalsz, mennyire fogékonyak egyébként pedagógusként is, akár nem csupán szervezőként, mit tapasztalsz, mennyire fogékony az ifjúság? Hát pont most mondtam, amikor meghallottam Bizé Kármennyének a Torreador dalát, hogy ó, ezt pont most tanuljuk 8-ba, és hát 8-osok közül elég nehéz megfogni őket, bár nagyon szívesen hallgatják, de hogy egy ilyen rendezvényre eljöjjenek. Hát vidéki kisvárosban nehéz dolgunk van, de nem azt mondom, hogy lehetetlen, tehát időnként lehet találni ifjúságot is, nem csak alsósokat.